Sitz és a bűvészköpeny. Eszébe jutott a cirkusz, a számtalan ragyogó nap. Sitz a cirkuszba szegődött a bűvészhez tanulónak. Vizsgálta a bűvészköpenyt. Bízesz kopott, gyűrött talmi, s szaladt vele ügybuzgóan a szabóhoz kivasalni. Nézegette a szabó is. Ide vasaló és tűkel, ám nyulakas galambokkal lett tele a szabó műhely. A szabónak ott a sok nyúl, de mi lesz, ha jön a gazda, és a tettest megbünteti, nadrág szíját leakasztja? Sitz megrémült. Baj lesz ebből. Az ajtóban volt már félig, s nyulacskáit odahagyva, meg sem állt az erdő szélig.